elindítottam a tűzvizsgálatot, és kiderült, hogy ez kémiai robbanás volt. Vagyis lánggal járt a robbanás, ami tavaly október elején történt a szekszárdi Herman Ottó utcában. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője a kamera előtt nem akart arról beszélni, hogy pontosan mi okozta a detonációt, mert az ügyben még nyomoz a rendőrség. Több lakástulajdonostól viszont úgy tudjuk, a nekik megküldött vizsgálati eredmények alapján néhány tized másodpercen belül két robbanás is történt. Az épület megerősítési munkálatai azóta is tartanak, a kivitelező a tervek szerint legkésőbb március 1-jéig készül el a munkával. A lakókat a most megtartott tájékoztató leginkább az foglalkoztatta, hogy ezután milyen módon zajlik majd a lakásaik helyreállítása. Először probléma volt az őrzése, ugye, hogy ebben a kapcsolatban lesz valamilyen megoldás. Akkor ugye probléma lesz azzal, hogy konténerek, ugye, amikor elindul a felújítás, egyáltalán még azt sem tudjuk, ugye, hogy az azt követő munkafolyamat az mennyi időt fog igénybe venni. Ez egészen biztosan hónapokig tart még, mert az épületet újra kell vezetékelni, valamint a gáz és a vízhálózatot is felújítják. A bizottság elnöke azt mondta, a konténerekben tudnak segíteni a lakóknak. Többeket foglalkoztatott az is, hogy a biztosító a lakásokban keletkezett károkat is megtéríti-e majd. A lakók azt is felvetették, hogy szeretnének hivatalos igazolást kapni arról, hogy a lakásaik nem életveszélyesek, hiszen, mint mondták, enélkül komoly értékvesztéssel kell számolniuk. Az önkormányzat munkatársa azt mondta, megvizsgálják annak lehetőségét, hogy ők adhatnak-e ki ilyen igazolást.